Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Cserfalvi Karesz vagyok, Párt Andrással és Simon Szabolcsal vagyok itt, ez pedig a Belemenés, a Handball Expert podcastja. A mai adásban a Női Bajnokok Ligája negyedik fordulóját fogjuk egy kicsit kivesézni nektek. Még mielőtt belevágunk, emlékeztetnék mindenkit, hogy iratkozzatok fel, kövessetek minket YouTube-on, és most már Spotify-on is elérhető lesz a podcast tartalma hanganyagként. Urak, negyedik forduló, kezdenek kirajzolódni talán az erővonalak, mondhatjuk itt a Bajnokok Ligája kapcsán. Azt javasolnám, hogy kezdjünk a három magyar csapattal és az ő mérkőzéseikkel. Ugye csak, hogy ezt rögzítsük itt gyorsan az elején, a Debrecen volt, aki elsőként pályára lépett ebben a fordulóban, Dániában 33-30-as vereséget szenvedtek az Odenzétől. El lehetne ennyivel intézni, de nyilván azért egy picit többet fogunk majd erről beszélni, hogy mit is láttunk ezen a meccsen. Utána szintén tegnapi mérkőzés a Ferencváros a Rapid Bukaresten játszott Érden egy 24-24-es döntetlent. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy akár három adást is meg tudnánk tölteni a Fradival kapcsolatos témákkal. Igyekszünk majd rövidre fogni magunkat. És a mai napon vasárnap, mivel vasárnap vesszük fel ezt az adást, tehát a vasárnapi játéknapon a Győr azt hiszem, megint csak azt hiszem mondhatjuk, hogy bántóan simán elintézte az egykor szebb napokat látott Budućnost Podgorica csapatát, 37-19-re győztek a kisalföldiek. Kezdjük akkor a Lokival. 33-30, még egy vereség, a harmadik a Debrecennek, tulajdonképpen akár ennyivel el lehetne intézni. Én nekem az lenne a kérdésem, mert azért, aki látta a meccset, az tudja, hogy ez azért nem volt egy ennyire sima dolog. Ráadásul három góros vereség lett a vége, ami azt hiszem, hogy egészen jól néz ki, és vállalható, főleg idegenben egy Odense ellen. Az Odense hozta ennyire profi a meccset szerintetek, vagy ebben benne volt egy valódi meglepetés lehetősége? Nem tudom, Szabi, te hogy láttad ezt a mérkőzést? Először is a kezdés az nagyon rémisztő volt ezzel a 6-0-al, és utána a Szilágyi Zoltánnak az időkérése tette úgy rendbe a fejeket. Az ott úgy kellett, a 15. perc környékén volt, a 10-15. perc környékén, és onnan zárkózott fel a Loki 10-7-re. Én akkor azt mondtam, hogy valószínűleg az Odense úgy gondolta, hogy ez a mérkőzés már megvan, és hétközben egyébként az IKASZ-tal fognak majd játszani, szóval elkezdtek tartalékolni, fejben nem ott lenni már, de jöttek be olyan hibák tőlük, amik ki nem kényszerített dolgok voltak, itt gondolok eladott labdákra, vagy technikai hibákra. Az első fél időben azt hiszem 8 technikai hibájuk volt, ami nagyon magas szám, annak ellenére, hogy ugye 6-0-al kezdtek, és vezettek végig az egész mérkőzésen. Aztán 10 hétről 13 hétre léptek el megint, és itt Planéta Simonetta három hibája volt egymás után, ami nagyon szembeötött és nagyon rosszul nézett ki, de innen is vissza tudott jönni a Debrecen 13-11-re, és ami meglepő volt számomra, hogy az egész mérkőzést a Vámos Jovovics Hámori hármas kezdte belül, és Hámori Consuela védekezésben többször is labdát szerzett, hogy ez így eléggé üde színfolt volt szerintem, viszont a kapuban nem jött segítség, hogy Szilágyi Zoltán próbálta cserégetni Gábriát és Bártulovicsot. Inkább utóbbira mondanám azt, hogy volt egy-két olyan védése, ami így hozzájárult abban, hogy feljebb tudtak zárkózni. Igen, azt hiszem, hogy talán 4 vagy 5 kapus cseréje volt a Lokinak, ami egészen példanélküli szerintem. Nem ezen a szinten, hanem hogy általában ebben a sportban, nyilván kézilabdában ugye végtelen lehetőség van cserélni, de ennyi kapus cserét nem tudom, hogy BL meccsen mikor láttam utoljára, és ahogy te is említetted, nem nagyon tudtak labdához érni a debreceni hálóőrök. Ennek ellenére azért ott a vége felé 51 néhányadik percben még mindig bőven benne volt annak az esélye, hogy ez akár döntetlen, vagy ad abszurdum debreceni győzelem is lehet, benne volt az esélye? Ti hogy láttátok? Hát én azt gondolom egyébként, hogy nagyon nagyot néztem volna, hogyha a Debrecen ezt meg tudja fordítani egy borzalmas kezdés után, így is ez a 33-30-es eredmény a dánoknál, én azt gondolom, hogy egy teljesen vállalható eredmény,
és én azt gondolom, hogy bizonyították, hogy miért vannak itt a BL-ben a vereség ellenére. Ki szeretnék emelni nektek egy játékost, hiszen az elmúlt egy-két évben azért nagyon sok szó esett róla. Kácsor Gréta 10 gólt dobott ezen a mérkőzésen. Nem hiszem, hogy őt az elmúlt időszakban ennyire jó lövő formában láthattuk. Jelenthet ez egy áttörést, vagy azért nyugtával dicsérjük a napot még nála? Hát sajnos nála mindig nagyon hullámzó teljesítmény, tehát rossz meccsek után is tud jönni tőle egy ilyen extra teljesítmény, meg egy ilyen extra után is tud egy betlit hozni, de ami inkább szembetűnő volt az, hogy ugye mert vállalkozni távol, ez az egyik, illetve azt hiszem kétszer is kipattanó labdát szedett össze, tehát Így ez azt van. mutatja, hogy koncentrációban, fejben is ott volt, és várta azt, hogy lehet, hogy ki fog pattanni a labda, valamint az, hogy tartása volt a Lokinak, hogy egy 6-0-ás kezdés ellenére, meg aztán egy 9-3-as eredménynél nem engedték el a meccset, nem zuhantak magukba, hanem szépen felálltak onnan, és ennek is volt ez köszönhető szerintem, hogy tüzelték egymást a játékosok. Tehát, de Vámos Petra például egy gólt szerzett, hogyha jók az EHF statisztikái, viszont én sokkal jobbnak éreztem a játékát annak ellenére, hogy nem volt gólra törő. Tehát most ő is hozott egy olyan szint a játékba, ami azért ezt az eredményt elősegítette, vagy hozzájárult. Igen, valószínűleg Kácsor Gréta 10 gólja az azért annak is volt köszönhető, hogy a Vámosféle irányító előkészítő játék az elég jól működött a meccs egy jelentős részében. Nyilván itt az első 11 néhány percet, ugye a 0-6 és a 3-9 az onnantól kezdve értelmezhető minden pozitívum, amit a Lokira mondunk szerintem. Sajnos a túloldali átlövőben nem volt meg ez a teljesítmény Planeta Simonettánál, nagyon bátortalannak éreztem az egész játékát. Tőle mindenképp több kell, azt hiszem, és azért is kell több, mert jön a következő mérkőzésen az egyik olyan találkozó, illetve az egyik olyan ellenfél, aki ellen úgy kalkuláltunk, hogy a Loki pontot szerezhet. A Budućnost Győr elleni mérkőzéséről fogunk nem sokára beszélni, de András, te hogyan látod most a Loki Budućnost mérkőzést, ami ugye október 21-én lesz, tehát ez a következő forduló, itt egy 3 hetes szünet jön majd a BL-ben. Mik az esélyek szerinted a Debrecen számára? Mindenképp fontos mérkőzés. Hát, hogyha a mai Budućnostot nézzük, akkor lehet esélye a Debrecennek hazai pályán mindenképpen, de fontos lesz azonban, hogy ne legyen ez a beragadás a rajtnál, ami volt most az Odense ellen a Lokinál, és amit mondtátok is, fel kell javulnia a Debrecennek, főleg jobb átlövő pozícióban, de szerintem az a meccs az húzható a Debrecennek. Amit Ami említettél egyetértesz? még, bocsáss meg, hogy beleszólok, amit említettél még, Karesz, hogy ugye a Vámos Petrának jó voltak az előnyszerzései, vagy a cselei, tehát több jó megmozdulása is volt, és az volt a probléma ezen a szinten, mármint a jövőre nézve probléma, hogy ezt 20 éren tette meg, aki ugye jövőre Győrbe fog érkezni, és ugye őt a 45. percben piros lappal ki is állították, mert meglett a harmadik 2 perce. Hozzáteszem, előtte 5 perce már megkaphatta volna a harmadik kiállítását, mert akkor is fejet talált, és utána ott még Bordal is odaütött, azt hiszem az Vámos Petra volt, vagy a Kácsor Gréta, nem tudom. Tehát, hogy azért ez egy kicsit így a jövőben nézve a győri szempontból rosszul mutat, viszont támadásban pedig nagyon jól jöttek a 20 ér lövései, és ott az első fél időben is, amikor elhúztak, akkor ugye az ő találatai nagyon kellettek. Amit a Planéta Simonetto, hogy most mondtad, hogy támadásban ugye nem jöttek tőle úgy a lövések és a gólok, szóval védekezésben is voltak olyan megoldásai, vagy olyan hibái, amik nem néztek ki olyan jól, annak ellenére, hogy 2-3 hete pedig azt mondtuk, hogy ezért nem voltak rossz megmozdulásai. Szóval itt ilyen hullámzás látható, viszont annyiban meg ez jó dolog, hogy a Kácsor volt az elmúlt hetekben gyengébb formában, most viszont ő tudta úgymond hátára venni a csapatot. Úgy van. És akkor, ahogy említettem, 3 hét múlva Debrecen Budućnost Debrecenben. Fontos mérkőzés a Lokinak, hogyha ezt a 6. helyet el akarják csípni, akkor különösen nagyot léphetnek e felé ezen a találkozón majd. Különösen nagyot léphetett volna akár a Ferencváros is a Rapid Bukarest ellen,
és nagyjából olyan 40-45 percig úgy is tűnt, hogy nem nagyon van okunk aggodalomra. Azonban ott valami megtört, és a végén 24-24-es döntetlennel zárult ez a mérkőzés. Ugye ez volt a tegnap, ugye a szombati esti találkozó, a második meccsáv szombaton. Hú, nagyon sok mindenről lehetne beszélni, nem is tudom, hogy honnan akarjuk elkezdeni itt a Ferencvárosi helyzetnek a kivesézését, mennyire akarunk elvenni általánosságokba. Ugye most már szerintem nem megkerülhető az a kérdés, hogy edzőkérdés van Ferencvárosban, van nagy valószínűséggel. Engem az érdekelne, hogy ti hogy láttátok, elindult-e valamerre a Fradi, láttatok-e változást ezen a mérkőzésen, láttatok-e valami pozitívumot a csapaton és a csapatedző viszonyokban. Ebben én megmondom őszintén, hát nem nagyon láttam, viszont talán abban igen, hogy most éreztem azt a BL-ben először, hogy ez a csapat ezt a mérkőzést meg akarta nyerni, és a játékosokon láttam abszolút, hogy küzdöttek, hajtottak, ameddig bírták, ez tartott kb. 40 percig, és arra a kérdésedre a válasz, hogy hol volt a fordulat, ott, amikor beállt a második fél időben a Kapitánovics, és a Malesztein sorsfordító pillanatban hibázott Zicsert. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy Bíró Blankának, és a hetes védés is egy, hát én úgy neveztem, hogy ütemvédés volt, sorsfordító pillanatokban védett, és az nagyon-nagyon bosszantó volt, hogy ezeket a helyzeteket a Fradi nem tudta kihasználni. Én egyetértek azzal, amit azt hiszem Bíró Blanka mondott, hogy egy megnyert mérkőzést engedett el a Fradi. Itt hadd kapcsolódjak be egy dologgal, hogy a Bíró Blanka nem csak ezt mondta, hanem a szóhasználatra nem emlékszem pontosan, de ha jól emlékszem, azt mondta, hogy egy rossz Rapid volt az ellenfelük. Gyenge, gyenge, azt mondta, hogy Gyenge gyenge Rapid, csapat, gyenge igen. Rapid, köszönöm. Ha a Rapid gyenge volt és döntetlen játszott ellenük a Fradi, akkor a Fradi is gyenge most? És mi okozza ezt a gyengeséget? Mi lehet itt a baj? Először is onnan indítanám az egészet, ugye, hogy az Albertsen Fitch koncert fogadta a csarnokban, ez annyira nem meglepő. Aztán tovább mennék, ugye a Rapidnál több hiányzó is van, kulcsemberek, tehát a belső posztokról hiányoznak, ugye a Polman, az Orlán Kanor és a Bucseszki, akik hiányoznak. Ezen a mérkőzésen Kozáv sem nyújtott extra teljesítményt, szóval itt minden összeállt a Fradinak, hogy megnyerje ezt a találkozót, sőt, a Rapid is megtett mindent 45 percen keresztül azért, hogy a Fradinak ez a mérkőzés meglegyen. Hiszen ugye a 20-14-ről lett 20-16 az állás, és kettő gól ugye olvat le az előnyből is, Albertsen egyből időt kért is. Itt éreztem azt, hogy valami probléma van, mert ilyenkor nem szokványos időt kérni, majd maximum, hogy a fején az ellenfél döntetlenre, akkor szoktuk ezt látni, hogy ugye az időkérés megtörténik, és ekkor cserélte be Lekics helyett Simon Petra. Tehát ez is egy rossz ütembe kikért időkérés volt, plusz még a csere sem ült, mert nem olyankor kellene már cserélni, mert most vészmegoldást akart, vagy hát a tüzet akarta oldani, és beküldte a Simon Petrát. Szerintem plusz hatnál, ha beküldi a Simon Petrát, akkor ezt a kérdést nem teszi fel neki senki. A Bíró Blanka ugye gyengének nevezte a Rapidot. Én azt látom, vagyis hogy kérdezted, hogy volt-e valami változás az előzőekhez képest. Én a tavalyi Fradit láttam, vagy véltem felfedezni egyébként ezekkel a keresztmozgásokkal és a keresztekkel, tehát hogy mintha visszanyúltak volna az alapokhoz. És az az érdekes, hogy Ambros Martinnak készített az EHF oldal egy interjút, és ott ugye a Rapid Ferencváros kapcsán beszélgettek vele, és ő mondta azt, hogy szerintem van mind a két oldalon annyira okos a vezetőedző, ugye itt Kim Rasmussenre gondolt a Rapid oldalának, itt már leváltottak, tehát a Fradi oldalán Martin Albertszer, hogy nem akarja gyökerestől megváltoztatni 2 hónap alatt a szemléletet, mert ez elképzelhetetlen, meg hát ugye nem is lehet véghez vinni ezt. Na, Martin Albertsen, ahogy hallottuk, ezt próbálta megtenni, hogy ugye minél gyorsabb kézilabdát szeretett volna játszatni. Ez az első 3 bajnoki találkozón működött is. Azóta ennek nyomát sem látjuk, sőt a tegnapi meccsen egyszer próbáltak meg ebből lerohanást indítványozni, akkor a Malesteinek hozta fel a labdát, amit el is adott. Szóval nyomokban sem lehet azt látni, amit ő ígért vagy szeretett volna előhozni, és hogy mondom, a tavalyi Fradit
láttam, viszont tűz égett a játékosokban, most tényleg akarták ezt a győzelmet, csúsztak, másztak a pályán, az utolsó szalmaszálba is kapaszkodtak, és ott a Kapitanovics becserélése, meg Malesteinnek a három kihagyott helyzet ott egymás után, az nagyban megpecsételte ezt a mérkőzést. Ugye csak, hogy rögzítsünk az öt néhány nagyon fontos elemet ezzel a meccsel kapcsolatban. Itt sok mindenre tettetek utalást. Ugye elhangzott a Rapidnál a kapuscsere, mint egy meccset megfordító pont. Ugye erre Martin Albertsennek nem igazán volt lehetősége, hiszen Januri King a sérülés miatt nem játszott ezen a találkozón. Jó hír a helyszíni tudósítóink alapján, vagy az ő információik alapján, az alapján, amit ők láttak, hogy Januri King azért viszonylag jól mozgott utána civilben, úgyhogy reméljük, hogy nem egy nagyobb sérülésről van nála most itt szó, de ugye a 17 esztendős ifiből felhozott kapust egy, illetve talán kettő darab 7 méteresre tudtam Albertsen becserélni. Nem is lett volna feltétlenül indokolt Bíró Blanka cseréje, aki például azért ott kulcs helyzetben Grozavon óriási zicservédést is bemutatott, de ez a taktikai fegyver lehetőség, vagy ennek a taktikai fegyvernek a lehetősége nem állt ugye Albertsen rendelkezésére. Engem nagyon-nagyon-nagyon érdekel az, amit Szabi említett a tavalyi Fradival kapcsolatban, és nekem is szöget ütött a fejemben, és megütötte a fülemet az időkérésnél az, hogy keresztekről és dupla keresztekről van szó. Én azt hiszem, hogy a három eddigi Fradi mérkőzésből kettőt teljes egészében láttam, a harmadiknak pedig az összefoglalóját tudtam visszanézni. Nem nagyon tudok olyan időkérést visszaidézni, ahol keresztek és kettős keresztek, vagy egyáltalán bármilyen támadó figura előkerült volna az időkérések során Albertsentől. Azt gondolom, hogy lehet, hogy Albertsen belátta 2-3 hónap közös munka után, hogy forradalmi változásokkal nem fog messzire jutni ennél a Fradinál, kérdőjel. Én is ezt gondolom, meg az időkérések is teljesen máshogy néztek ki, mint az előző Így van. mérkőzéseken. Sokkal Abszolút. jobban mutatott csapategységet a csapat. Ugye a mágnes tábla már el van hagyva, most elő sem került, illetve konkrét utasítások voltak ugye a Kluivernek, hogy ott röviden menjen, meg tudja támadni a falat. A Börknek is mondta, hogy hol tud egyez egyezni, vagy hol lehet megtámadni a falat is. Az az érdekes, hogy ezután mind a két időkérésből gól született egyébként. Tehát, hogy azért úgy valamennyire működött a dolog. Viszont lehet, hogy hétközben, ugye a múlt heti vereség után volt egy elbeszélgetés, összeült a csapat, vezetőség, a vezetőedző segítővel, mindennel az egész stáb, és megbeszélték a dolgokat, és lehet azt mondták, hogy fektessük új alapokra az egészet, kezdjük tiszta lappal, akár a kapcsolatokban, akár a játékot tekintve, és akkor most szépen a nulláról megpróbálják felépíteni az egészet, ami egyébként már nagyon veszettnek tűnik ezzel a megszerzett egy ponttal 4 forduló alatt ebbe a csoportban. Ráadásul ugye a Rapiddal kell versenyezni majd, hogy meglegyen a továbbjutás, jelenleg úgy néz ki, és azzal a Rapiddal, akinek a felépülnek a sérültjei, egy nagyon ütőképes gárda is lehet. Szóval ez nagyon rossz kilátásokat mutat előre, valamint még az Albertsennek meccselésben hibája volt az, ugye, hogy megint nem használta se a Despotovicsot, se a Kukejannát. Tehát egy ilyen 6 gólos előnynél, akár az első fél időben, amikor egy nagyobb for volt, akár a második fél időben be lehetett volna őket tenni, mert azért azt be kell látni, hogy a Lekic, Bök, Kluivert 3-as nem fog tudni minden mérkőzést 60 percen keresztül végigjátszani, meg ha végig is tud játszani, ugye nem ugyanazon a szinten, oxigén hiányos helyzetek, stb. Szóval ebben még fejlődnie kell Albertsennek, még rosszul hangzik az én számból ez, de akkor is ugye ezt nagyon sokan látják a szurkolók között, hogy ebben azért problémát lehet felfedezni. Nem akarok felesleges kérdéseket feltenni, mert azt hiszem, hogy maximum feltételezésekbe tudnánk bele gabajodni, hogyha feltenném azt a kérdést, hogy vajon Kukejanna és Despotovics miért nem játszanak. Nem tudjuk ennek az okát, szerintem Martin Albertsent és a segítőit leszámítva ennek senki nem tudja egyelőre az okát, meg nyilván a csapat. De valóban szembetűnő volt, hogy ennyire elfogyott a Ferencváros, és még ebben a kritikus helyzetben sem cserélt senkit Albertsen, ugye egyedül Simon Petra volt az, akit behozott, illetve a szélen a már említett három hiba után Malestein lejött a pályáról, de neki is hármat kellett hibázni, a három lövést kellett elrontania ahhoz, hogy lecseréljék.
Azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés lesz, és egy olyan téma, amivel a jövőben majd fogunk még foglalkozni, hogy a kispadot hogyan használja a Ferencváros, illetve nyilván reméljük a legjobbakat, hogy Janúrik Kinga sérülése nem túl súlyos, de amennyiben mégis valami komolyabbról van szó, akkor fel fog merülni valószínűleg az a kérdés is, hogy akár egy rapid kapus igazolást kell-e a Ferencvárosnak megejtenie, visszahoznak-e kölcsönből játékost, korábbi játékosok közül valakit. Erről még majd szerintem a következő egy-két hétben fogunk sokat beszélni. Ugye 24-24 lett a vége, volt még a legvégén labdája a Fradinak a győzelemért, de igazság szerint lövésig sem jutottak el, és ha már lövés, megnéztem az EHF statisztikáit, és nem túl szívderítő látvány. Például Kluiber Katrin, azt hiszem, hogy talán 41%-os lövő teljesítményét látni, és Emily Börk sem hiszem, hogy sokkal jobban állna. András, te hogy látod itt az átlövő kérdést? Mi lehet a jövőbeni kiút a Ferencvárosnak ebből a helyzetből, mert abban azt hiszem egyetértünk, hogy ezzel a teljesítménnyel még a továbbjutás is igencsak véleményes lesz. Igen, ez így van. Első körben minél hamarabb meg kellene, vagy meg kellett volna már eddig is szerezni az első győzelmet a BL-ben. Itt volt 4 meccs és 1 pont, ez ebben a csoportban én azt gondolom, hogy nem fér bele. De alapvetően a legnagyobb problémát az átlövésben egyszerűen én abban látom, hogy ha Ketit le kell cserélni, mert ugye mondtuk, hogy nem bír 60 percet, akkor nincsen rajta kívül minős, még egy balkezes átlövő, ami adott esetben egy komolyabb ellenfél ellen, ez akár baj lehet. Ez nyilván a taktikai variációkat is beszűkíti ebben a formában. Ha már egy picit itt a csoportra rá tekintettünk, vagy elkezdtük boncolgatni, ugye még a két dán csapat ellen oda-vissza játszik a Ferencváros, én azt gondolom, itt az igaz, és az SBR formáját látva azt, hogy az SBR ugye legyőzte most hétvégén a címvédő Vipers-t, az igaz, szintén egy góllal, ahogy az SBR is egy góllal győzött, az igaz, egy góllal legyőzte a csoportot, még mindig vezető, vagy a forduló előtt vezető Krim Ljubljanát. Sok jóra innen a Fradi nem számíthat, van még a két Lubin meccs, ez ugye akkor plusz 6 meccs, és akkor jön még ennek a 4 meccsnek a visszavágója, amit már lejátszottak. Nem néz ki jól, maradjunk annyiban. Úgyhogy hamar el kell kezdeni a pontok gyűjtögetését. Három hét Nehéz szünet, ez feladat most a lesz. Ferencvárosnak jó lehet ez a kis szünet? Hát először is gondolta volna azt, hogy azt fogjuk mondani, hogy az Alisson Stolla az hiányzik a Fradiból. Tehát, hogy lehet, hogy nem ültek a lövései, bár még az utolsó fél évben eléggé jó formát mutatott ő is, viszont labda biztos volt, és nem adott el labdákat, és bátran hozzá lehetett nyúlni, hogy be lehetett küldeni a pályára. Ugye a Szucsánszki Zita is az utolsó éveiben már nem játszott annyira gólra törően, nem támadta úgy a kaput, viszont ő is maga biztosan és tudott előkészíteni, valamint védekezésben hatalmas szerep árult rá. Emlékezünk csak a Final Four-ra, hogy milyen klasszis kettes védekezés mutatott be. Szóval ezek a dolgok hiányoznak a Fradiból, valamint szerintem az, hogy az Albertsen sem a Despotovicsban, sem a Kukay Annában nem bízik, és ezáltal nem ismeri őket feltenni a pályára. De ott van még egy kérdés, ugye a Márton Gréta nem remekelt ezen a találkozón, bejött a Hásfalvi Júlia, aki ugye gólokat szerzett, majd az utolsó két és fél percre visszaküldte a Márton Grétát. Kérdezem én, hogy miért? Tehát, hogy a Hásfalvi Júlia jó játszott ezen a találkozón, az utolsó két és fél percre szerintem felesleges volt a Grétit visszaküldeni. Persze nem tudjuk, hogy a Júlcsi meghúzta a lábát, vagy volt-e valamilyen sérülés, csak ez egy kicsit furcsán jön le így tévékészülékeken, vagy akár ott kint a mérkőzésen is az embernek. Szóval vannak olyan kérdések, amik ilyen megválaszolatlan dolgok. Úgyhogy hát reméljük a jobb folytatás, mert ettől már tényleg csak jobb jöhet. Illetve még egy kis plusz adalékot hozzáadnék, ugye
többen beszéltek már arról, meg mi is említettünk már, hogy az Instagramon a Mártin Albertsen mennyire aktív, és hogy 91 ezer követője van. Na most megnéztem, szeptember óta semmilyen edzős videót nem posztolt fel, szeptember 4-e óta az Instára, sőt az Insta sztorik is elmaradnak, és azóta kettő posztot tett föl, az egyik egy interjú kapcsán került ki, hogyha jól láttam, a másik pedig a saját edzőtáborát hirdette. Szóval ez egy kicsit érdekes, hogy az az ember, aki eddig itt élte az életét, ebből most visszavett, most, hogy az eredmények hatására, vagy a klub kérte ezt tőle, azt nem tudjuk, csak ezt így megemlítettem egy kicsit fél szóval. Szerintem itt a 3 hétben, amit említettél már, hogy lesz egy 3 hetes szünet, ott elő fogjuk venni majd a Fradi kérdést, a válogatottat, valamint az eddigi BL tapasztalatokat, mit láttunk. Mindenképp tervezünk egy ilyen adást, az azt hiszem, hogy ebből a nagyjából 20 percből, amit most a Ferencvárosról beszéltünk, kitűnik, hogy rengeteg kérdés van jelenleg a Fradi körül, és nem feltétlenül megnyugtató ez a helyzet. Egy ponttal vágnak neki a Bajnokok Ligája hátralevő részének a Ferencváros. Ugyebár az Esbjerg ellen fog majd az 5. fordulóban játszani, méghozzá idegenben. Utána jön egy IKAST elleni hazai mérkőzés, és aztán jön a lengyel Lubin ellen egy találkozó, úgyhogy így néz ki a Fradi következő 3 meccse. Azt hiszem, hogy az elhangzottakból kitűnik, hogy a Lubin elleni 2 pont mellé még azért gyűjteni kellene néhány pontot a Ferencvárosnak. Akik viszont idén a Bajnokok Ligájában igencsak jól gyűjtögetik a pontokat, és a mai napon nem csak a pontokat gyűjtötték, de a gólarányra is odafigyeltek, ez a Győri Audi Eto'o. Lehet, hogy furcsán hangzik egy kézilabdás podcastban ebben a kontextusban ez a kérdés, de a 37-19-re megnyert Buducnost elleni mérkőzésüknek szerintetek miféle sportértéke volt, és milyen kérdéseket vet fel mondjuk a Bajnokok Ligájával kapcsolatban, és a Buducnost jelenlegi helyzetével kapcsolatban, amit ma láttunk, mert nem nézett ki jól, azt hiszem ebben nyugodtan egyetérthetünk. Vagy a Győr ennyire erős? András, hogy látod? Is-is. Tehát a Győr is eleve ennyire erős, szerintem ott érezni azt, hogy van, én azt látom, hogy van kispad, aki hogy bíznak Kirkelében a játékosok, és a Győr gyakorlatilag azt hozta ezen a mérkőzésen, amire számítani lehetett. Nagyon, én elárulom, most először láttam együtt játszani, együtt fent a pályán a De Paula, Enzeminko, Oftedal triót. Engem nagyon meggyőztek, de hogyha egy komolyabb ellenfél lesz, és ez nem... Hát, szerintem jó lehet, de nem biztos, hogy ez a három együtt jó formáció, de az Eto hozta azt, amit vártunk, 2 pont begyűjtve. Mi Igen, is besz... erre a három játékosra együtt, hogyha szabad egy nagyon röviden reflektálnom, én megpróbáltam előhozni itt az emlékeimből a Győrnek a Békés Csaba elleni mérkőzését, ami azt hiszem, hogy talán az első forduló volt a magyar bajnokságban idén, és akkor is már próbálkoztak páros kapcsolatokban, és talán hárman együtt is fönn voltak, és azért legyünk őszinték, nem megbántva a Békés Csabát, azért az nem egy BL szintű csapat, bár azt hiszem, hogy talán végül számszakilag picit jobban jöttek ki a mérkőzésből, mint a Buducnost, de erre most nem esküdnék meg. Viszont akkor még nagyon sok ki nem kényszerített technikai hibát láttam, és én azt gondolom, hogy ez az Eto'o ez egyértelműen előre felé halad az idő előre haladtával, és egészen meggyőzőek. Nyilván nem a mai mérkőzés alapján kell az ő Final Four esélyeiket, vagy Bajnokok Ligája győzelmi esélyeiket megmérni és megvizsgálni, de azt hiszem, hogy amit András említett, hogy bizalom van Kirkeli felé, és elnyerte a játékosokat, a játékosok bizalmát elnyerte, ez teljesen egyértelműen látszott. Nem tudom, Szabi, te hogy láttad, volt-e bármi más, amit ebből a mérkőzésből még ki tudsz sajtolni? Hát nagyon jól mutat együtt a Győr, szerintem azt el lehet mondani, és igaz, október 1-jét írunk. Ilyenkor nem szabad
nagy messze menő következtetéseket levonni, vagy az ebbe belemenni, de ugye, ahogy már múlt héten is beszéltük, valószínűleg a csoport győzelem az megvan, a továbbjutás szintén megvan. Szerintem a Final Four is meg lesz, mert van a Győrnek olyan kerete ehhez, hogy ismételten be tud oda jutni. A Budućnostra rákapcsolódva, illetve arra a kérdésedre, hát egyáltalán nem mutatta összeszedett társaság, nem lehetett azt látni rajtuk, hogy bármi kapcsolat lenne közöttük, elszórták a labdákat védekezésben, nagyon gyengék voltak. Tehát, hogy sportszakmai értéke, ahogy szokták ezt mondani, ennek ebből a mérkőzésből nagyon sokat nem lehet levonni, nem lehet kiindulni. Az tényleg jó volt, hogy a Farkas Eszter és a Farkas Júlia lehetőséget kapott a Győrben, és pályára tudta Kirkeri őket küldeni. Ez mindenképpen pozitív, illetve a Győrnek az egész mérkőzéshez való hozzáállása. Motiváltan játszottak, gólra törően játszottak. A második fél idő elején igaz lankadt a koncentráció, mert ott bebecsúsztak hibát, de utána megint összekapták magukat, és megint lőtték a gólokat egymás után. Szóval ezek mind-mind olyan pozitív dolgok, amik azt mutatják, hogy Győrben csöndesen, de zajlik a munka, és eléggé hatékonyan. Az a Mosó-Magyaróvári kisiklás az ugye nem nézett ki túl jól, meg akkor mindenki felkapta a fejét, hogy mi lesz itt, de azóta itt egy rakéta kilőttek volna, és azért eléggé pozitív dolgokat lehet itt látni. Ugye Grossi sérülésből jött vissza, ennek ellenére 9 találatot jegyzett, jó, hogy ezeket nagy részét 7 méteresből lőtte, de azért ez is pozitívum, és szerintem egyébként az Oftedál is egyre jobb formába kezd lenni a tavalyi év végéhez képest, szóval tetszetős az Eto'o, azt tudom mondani. A túloldalról főleg azért ott egészen máshogy alakulnak a dolgok a csoportban, mint ahogy talán eredetileg sokan gondolták. Érkezhet kellemetlen ellenfél akár a negyed döntőben a Győr számára. Meglátjuk, hogy hogyan alakulnak majd a tavaszi mérkőzések. Én azt gondolom, hogy itt az őszi kezdet az azért mindenképp biztató az Etónak. Következő fordulókban ugye jön egy mondhatjuk, hogy pikáns mérkőzés az Odense ellen, ugye Kirkeli vissza tér, illetve a csapata látogatja meg, mert ugye Győrben fognak játszani, tehát a volt csapata látogatja meg a győrdán szakvezetőjét, utána egy Sävehof elleni idegenbeli mérkőzésen a Győrnek, és a csoportkör első részét, első fordulóját, ugye a felező meccsüket azt a Bietigheim ellen játsszák majd Németországban. Az ellen a Bietigheim ellen, amelyik megint győzött ebben a fordulóban, és akkor ezzel szerintem rá is kanyarodhatunk a többi csapat mérkőzésére, ugye megint győzött a Bietigheim, és így az Eto'hoz hasonlóan 100%-osak eddig az A csoportban, 4 meccs, 4 győzelem. Mondhatjuk, hogy az lesz majd várhatóan az egyik csoport elsőségről döntő fontos mérkőzés, és talán az Odense elleni a másik az Eto'o számára. Úgyhogy győzött a Bietigheim. Volt 2 nagyon-nagyon éles mérkőzés ebben a fordulóban. Ugye a Vipers hazai pályán kikapott az SBR-től, az IKAS pedig legyőzte a Ljubljanát. Kevesen gondoltuk volna szerintem, talán itt az utóbbi meccsre, az IKAS Ljubljanára egy picit, hogyha rátérünk, kevesen gondoltuk volna, hogy ez ekkora csoportrangadó lesz itt a negyedik fordulóban. Bár azt sem titok, hogy a szezon beharangozóban előkerült az IKAS neve, mint lehetséges meglepetés csapat eddig az IKAS-t? Hogy látjátok őket, vagy a Ljubljana inkább az, amelyik jobban felül teljesít? Aki eddig meglepett, bár itt a végén, hogy kikaptak az IKAS-tól, azt nagyon sajnáltam, hiszen az utolsó másodpercekben kapták be mindent eldöntő gólt. Ez bosszant őket, de eddig engem a krém meglep eddig. Tehát különösen az lepett meg, hogy az SBR-et le tudták győzni hazai pályán. Hát azt az SBR-ket egyébként akkor több probléma is sújtotta a Reisztad sérülésétől kezdve. Az IKAS-t az nem meglepetés, az inkább meglepetés volt, hogy a Vipers-t is meg tudták venni. Tehát az, hogy ilyen jól szerepelnek, az
az nem volt annyira meglepetés, mert abban az Európa Ligában is azért eléggé jól játszottak, sőt, ugye meg is nyerték, szóval ez nem volt. Ugye Jászakóba is odaigazolt, aki a mai mérkőzést eldöntötte. A másik éles találkozóra rákapcsolódva, Christian Sandelsberg összecsapásra, a Christian Sand nem tudta még elverni az Esbjerget, most már 3 vereség és 2 döntetlen a kettejük mérlege. Ez egy kicsit érdekes annak tükrében, hogy 2020-tól kezdve találkoztak egymással, és ugye Zsinórban 3-szor a Christian Sand nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Lehet azt mondani, hogy az Esbjerg a mumusa valószínűleg ezek szerint akkor a Vipersnek. Meglátjuk, ráadásul itt azért ugye a Vipersnél is volt egy edzőváltás. Azt gondolom, hogy 2 győzelem, 2 vereség, itt még talán türelmesnek kell lenni, hogy hogyan alakul ennek a csapatnak a sorsa. Végezetül talán egy gyors összesítés, akkor ugye az A csoportot már említettem, hogy a Győr és a Bietigheim veretlenül 4 meccs, 4 győzelem, 8 ponttal vezetnek, az Odense és a Csecseme Bukarest előtt, a Debrecen jelenleg 6. helyen áll ebben a csoportban, és mivel hátra van még a Budućnost elleni mérkőzésük, mindkét mérkőzésük, szerintem mondhatjuk azt, hogy a Debrecen végül is jelenleg ott tart, ahol várhatóan számolták, hogy tartani fognak, és jön egy meccs a Budućnost ellen, ahol lehet egy nagyot lépni a továbbjutás felé. A B csoportban, ahogy éppen most beszélgettünk róla, meglepetés vagy sem, de az IKAS vezet a Krim előtt. 8 pontja van az IKASznak, a B csoport egyetlen veretlen csapatáról beszélhetünk az ő személyükben. Második helyen és harmadik helyen a Krim és az Esbjerg 6-6 ponttal állnak. A Metz és a Vipers 4-4 ponttal rendelkeznek, és a Rapid Bukarest áll 3 ponttal a még továbbjutást jelentő 6. helyen. Sajnálatos, hogy a Ferencváros eddig mindössze 1 pontot tudott szerezni a lejátszott 4 mérkőzésen, éppen a Rapid elleni döntetlennel, amiről ugye a mai adásban viszonylag sokat beszéltünk. Többször elmondtuk, hogy 3 hét szünet jön, ez alatt a 3 hét szünet alatt úgy tervezzük, hogy fogunk jelentkezni egy összefoglaló adással. Nyilván nagyon sok téma van, nem kikerülhető a Ferencváros helyzete, szerintem megér egy picit több elemzést majd a Győr folyamatosan javulónak tűnő játéka is, illetve nyilván egy picit górcső alá fogjuk venni a válogatott játékosokat, hiszen elég sok érdekes történés van a válogatott játékosok kapcsán itt a Bajnokok Ligájában. Gyakorlatilag minden poszton van valami, amiről lehet majd beszélni, úgyhogy ígéretünk és igyekezetünk szerint valamikor ebben a 3 hetes szünetben egy ilyen adást is fogtok tőlünk hallani. András, Szabi, én nagyon szépen köszönöm nektek ezt a mai beszélgetést, a hallgatóknak, hogy velünk tartottak, és találkozunk nem sokára ebben a 3 hetes szünetben, és addig is nézzetek sok kézilabdát, hallgassátok a Belemenés podcastot. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!